A szénmonoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, hisz ez egy szintelen, szaktalan, íztelen, a levegőnél valamivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigénszállító hemoglobinhoz. A gáz már kis koncentrációban is rendkívül mérgező, és a szénmonoxid mérgezés csak nehezen észrevehető. A rosszul lét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetők egyéb betegségek tüneteivel. Magas szénmonoxid koncentráció esetén ájulás és néhány percen belül halál is beállhat. A szénmonoxid mérgezés leginkább a fűtési időszakban jelent kiemelt veszélyt. A fűtési szezon kezdetétől összesen kilenc alkalommal vonultak szabolcs már megye tűzoltói színmonoxid szivárgás káreseményhez. Ezek az esetek megelőzhetőek lennének, hogyha legalább évente egyszer mindenki ellenőriztetni a fűtőberendezését, ugyanis a lerakódott por és a szennyeződés nem csak hogy a fűtés hatékonyságát rontja, hanem balesetekhez is vezethet. A szénmonoxid mérgezés nagyban megelőzhető, a nyitott égésterű készülékek visszaszorításával és megfelelő lakásszellőzési módszerek alkalmazásával. A szénmonoxid szivárgás megelőzése érdekében gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új nyílászárók, ablakok, ajtókban szeretessünk részszellőzőt, ugyanis a szénmonoxid akkor alakul ki, hogyha nincs megfelelő levegő utánpótlás. A tragédiák elkerülése véget az égéshez szükséges levegő folyamatos utánpótlásának a biztosításán túl érdemes időszakosan és rendszeresen felülvizsgáltatni szakemberrel a gázkészülékeket, illetve kéményeket, valamint megfelelő, jó minőségű szénmonoxid érzékelők használatával is tovább növelhető a biztonság.